Hald Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Mózes 5. könyve 6. fejezetéből a 4. és 5. verseket olvastam fel, amelyet egy nevezetes beszélgetésben Jézusnak is elmond az a törvénytanító, aki megkérdezi tőle, hogy mit cselekedje, hogy az örök életet elnyerje, ugyanúgy, hogy a gazdag ifjú is ezt kérdezte Jézustól, akiről tegnap beszéltem. És Jézus visszakérdez, hogy mit jelent neked a felebarát, és mit jelent a parancsolatokhoz való ragaszkodás, és akkor ő Mózes 5. könyve 6. fejezetének ezt a 4. és 5. versét idézi vissza, ezt Lukács Evangélium a 10. fejezetében olvashatjuk egyébként, és itt megint megütötte az embernek a szemét, amikor először olvasta ezt az ige helyet, mint én is évtizedekkel ezelőtt, amikor még a Bibliát nem igazán ismertem, hogy Jézus hangsúlyosan azt mondja, hogy Istent csak teljes szívből, teljes lélekből és teljes erőnkből lehet követni, vagyis Isten itt tökéletességet kíván. Ebben a hónapban a tökéletességről beszélünk. És láttuk, hogy a tökéletesség egyrészt az irgalmasság, Máté 5.48 egyenlő Lukács 6.36-tal, Tegnap láttuk, hogy a gazdag ifjú történetében, hogy a tökéletesség az egy minőség, az a teljes átadottságnak az állapota, amikor egy százalékot se tartogatunk magunknak, mint hogy a gazdag ifjú meg volt győződve, hogy azért ő mennyei kincsekre úgy is törekedhet, hogy a földi kincsekre is nagyon törekszik, nem nem fér meg a kettő, nem lehet egyszerre két lovat megnyergelni, vagy Istentől kapott kincseket értékelő, becsülünk, ezeket részletezi Pál alatt a Galata levél 5. fejezet 22. versében, vagy a föld által fölajánlott kincseket, amelyeket a maj megrágja, a rozsda megemészti, a tolvajok ellopják, hogy Jézus mondta. Tehát Jézus a hegyi beszédben is kiélezte a dolgot, hogy ahol a kincsetek ott a szívetek is, ha mennyei kincsekre vágyakoztok, vagyis belül akartok értékes emberek lenni, akkor Isten elhalmoz titeket azokkal a jó tulajdonságokkal, amelyekkel boldoggá, békésé tudjátok tenni az életet. De ha ti sok küzdelem, törekvés, fáradozás és nem egy marok, hanem két maroknak teljességével ti a földi kincsekre akartok törekedni, akkor sok békétlenség, sok viszály, sok nemtelen küzdelem jut osztály részletekül. Választatok a két lehetőség között, mennyei kincsekre törekedni, vagy földi kincsekre. De aki felajánlja a mennyei kincseket, az az Isten azt mondja, én mindennel ellátlak téged, ember, semmi híja nem lesz az életednek, de cserébe én csak azt kérem, hogy amit mondok, amit tanácsolok neked, azt ne nyögvenyelésszerűen kövesd, ne fél szívvel, ne is csak pusztán kötelességérzetből, hanem tiszta szeretettel, lobogó, lelkes szeretettel, teljes átadással, úgy, ahogy egyébként mi is az életben várjuk azt, hogy a gyermekeink, vagy jó barátaink, vagy akár embertársaink is, ha valami jót mondunk, vagy mindenki által elfogadott jót kérünk, akkor azt ne olyan nyögvenyelésszerűen tegyék, ne olyan puszta, száraz kötelesség érzetből, hanem őt is átgondolják azt a dolgot, és lelkesen harsogón, ahogy a Szentírás mondja. Tehát Istenhez csak a száz százalék méltó hogy ne legyenek magunknak föntartott részek, hogy szeretem az Istent, de hagyjon Isten egy kis rezervátumot magamnak, egy egy százalékot, csak sokat nem kérek. Miért ilyen féltékeny az Isten, hogy egy százalékot nem akar a kezünkben hagyni? Azért, mert tudja, hogy ahol a tagadás lábát megveti, ott a az Isten világát meg fogja dönteni, hogy madács mondja az ember tragédiájában, vagyis Istennek azért kevés a 99% mert az egy százalék bőségesen elegendő Isten ellenségének, hogy a, az oldalára állítson, hogy lekössön bennünket az életben, hogy a gazdagi fut is lekötötte a vagyon szereteténél, a pénz szereteténél fogva. Tehát sátának egy százalék is elég, Istennek 99 százalék sem elég. Isten csak teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből való odaszánásunkat tudja elfogadni, és erkölcsileg értékesnek ítélni. Tehát Isten elé ne járuljunk úgy, hogy megadom neki, mint egy vallásos cselekedet, de hát az életemben utána kifordulok a templomból, a gyülekezetből, és élem a merőben Istennel ellentétes életemet a száz százalék. Ez a tökéletesség a teljes szívből, teljes lélekből, és minden erőből követése annak, aki szeretett bennünket, és önmagát adta érettünk.